a kormánypártok nevében szeretném kifejezni a teljes egyetértésünket azzal kapcsolatban, hogy a nyomozó hatósága lehető legszigorúbb büntetést tényleges életfogytiglanit kért Hassan F. szír terrorista vezérre. Határozott álláspontunk, hogy a terroristák előtt nem megnyitni kell a határt, hanem lezárni. Ezt most különösen fontosnak tartjuk kimondani, amikor azt látjuk, hogy Gyurcsányék megint egyértelművé teszik, hogy lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat. Hassan F., ez a szír terrorista vezér, többszörös gyilkos, a gyenge uniós határvédelemnek köszönhetően szabadon járhatott keletet szerte Európában. Sőt, a brüsszeli bizottság migránskártya programjában még különböző forrásokhoz is jutott. A becslések szerint több ezer hozzá hasonló terroristát engedtek be így Európába az elmúlt években. A bevándorláspárti európai és a magyar baloldal itthon Gyurcsányékkal az élen mégis a kerítések lebontásáról beszél, a határvédelem gyengítését akarja elérni. Ezen dolgoznak az Európai Parlamentben is, és ezen dolgoznak itthon is. A Fidesz-KDNP nevében én azt ígérhetem, hogy mi itthon, az Európai Parlamentben, és a magyar falvak, valamint városok vezetésében is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól és a Hassan F.-hez hasonló terroristáktól.